Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. A választ megadja itt ez a kártya. Ha megnézzük a képet, ehhez nem kell sok mindent hozzátenni, hiszen látható, hogy keresi a te közelségedet, találkozni akar veled, látni akar téged, olyan romantikus a kép, és látható az is, hogy meg akar téged érinteni. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt látható az otthon, vagy az ő otthona, vagy a te otthonod. Ez lehet egy látogatás, vagy egy meghívás. Az is lehet, hogy ő valamit változtatni akar az otthonában, valamit meg akar szépíteni, vagy amit még jelenthet ez a kártya, hogy szeretné azt, ha lenne veled együtt egy közös otthon. A harmadik kérdés pedig az, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt a gyermek utalhat a gyermekekre, az ártatlanságra, néha olyan naív dolgokra, és amit ez a kép még jelenthet, egy új irány, az újdonságok, vagy egy új kezdet. És mi fűz össze benneteket? Itt látható ez az angyal, Gábriel, és utal az erőre. Te adsz számára erőt, ő segít téged, megvan a belső erő, a hit, amit ez a kártya, illetve ez az angyal még jelent, ez egy fontos üzenet, ami közeledik hozzád, figyelj erre, oda, ez lehet tőlem, hogy tőle jön ez a hír, de lehet egy álom is, hogy álomképekben kapsz bizonyos üzeneteket. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!